Hatalmas bevételkiesést könyvelhettek el az elmúlt 2 hónapban a taxisok. A legutóbbi adatok szerint a fővárosban majdnem 90%-kal esett vissza a fuvarok száma. Noha ilyen mértékű csökkenést Zatulecki Pál, a Szabolcs Taxi szakmai vezetője Nyíregyházán nem tapasztalt. Azt ugyanakkor elmondta, a társaság állományának nagy része úgy ítélte meg, nem éri meg munkába állni. 82 taxi van nálunk, abból 10-15 taxi maradt meg, megmaradtak a többiek is. Csak akik felfüggesztették a vállalkozásukat, nem is dolgoznak, nem is mehették bevállalni a család miatt, hogy kijönnek a koronavírus miatt dolgozni, hogy nehogy hazavigyék. Aki meg kimaradt, annak meg vagy a pénz, vagy igazából kellett is, hogy maradjon, hogy el tudjuk látni azokat a lakosokat, akik tényleg még mentek dolgozni. Igaz, hogy szájmaszba, a kesztyűben, meg kocsikat feltöltlenítették, meg lehúzták az ablakot, meg lehetőleg hátraültették az utasokat, meg ilyen kis praktikákat ugye bevetettük, meg minden utas után a kilincseket lefeltöltlenítik. A fiúk ilyen praktikákat megpróbáltunk bevetni, meg alkalmazni, amit magunktól is kitaláltunk, ami a lényegezik az utas, de nagyon nehezen. Próbáltuk meg a disztrécseknek is egy kicsit lehet csökkenteni a fizetés, hogy ők is megmaradjanak, meg minden költséget tud lecsökkenteni. A taxisok helyzetét leginkább az nehezítette meg, hogy rengetegen otthonról végezték munkájukat, valamint az esti szórakozó helyek sem üzemeltek. Mivel a nyár folyamán semmilyen fesztivál és rendezvény nem tartható, csupán az üzleti célú személyszállítás fellendülésében lehet bízni. A kijárási korlátozások enyhítésével vélhetően újra több aktív taxis lehet az utakon, viszont ugrásszerű növekedés Zatulecki Pál sem vár a következő hetektől. Már most is ezt a kijárási korlátozást itt megszüntették ugye vidéken, meg itt is ugye, azért már hívás számban azért már lehet érzékelni, hogy egy kicsivel több van, de még mindig én azt érzékelem, meg a fiúk is, hogy azért még tartanak az emberek attól függetlenül, hogy a szabályokat betartják sokan, meg hogy nincs is igazán hova annyira kívül, meg nincs annyira jó idő, hogy a teraszokat kívüljenek az emberek, meg biztos megtalálják rá a módszert az emberek arra, meg a fiatalok, hogy elmenjenek bulizni, akár ilyen hétvégi telkeken majd, hogyha szorok ezeként nem lesznek nyitva. De ez a kiválási korlátozás, meg most még az időjárás is beleszól valamilyen szinten, mert nekünk nagyon függvénye az is, hogy mennyire van munka. Mi arról számítunk, hogy emelkedni fog most már. Egy kicsit látszik a hírszám, hogy most emelkedik pár százalékkal, de egy-két taxival több is kijött már dolgozni, de az a baj, hogy nem nagyon van mit, hogy tényleg az emberek betartják, visszafogják magukat. Az Országos Taxis Szövetség elnöke, Metál Zoltán az egyik hírportálon a minap úgy fogalmazott. Az aktívan dolgozó taxisok nagy része nem, vagy csak minimális profitot képes termelni, hiszen a vállalkozói és üzemeltetői költségeket kötelesek fizetni. A szövetség elnöke hozzátette továbbá, az országban eddig nem szűnt meg taxitársaság, ám azoknak a vállalkozásoknak, amelyek korábban is likviditási gondokkal küzdöttek, nagyon nehéz lesz a túlélés.